Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. Bibliafordítások és az igehasználatok eredete. Tatár György előadása. Na, próbáljuk meg a, nem egészen pontosan onnan folytatni, ahol abba hagytuk, de mindjárt tovább fogunk ebbe a kabala témába belemerülni, csak azt gondoltam, hogy azért, mivel ha a kabalába tovább akarunk menni, akkor pillanatokon belül bele fogunk ütközni a Bibliába. Azért némi bevezető, ilyen mozaikszerű megjegyzéseket szeretnék a Bibliával kapcsolatban is elmesélni. Az első megjegyzés, az, amit szeretnék tenni, az a főleg azokat érinti, akik esetleg kevéssé forgatták eddig a Bibliai Ószövetséget. Az arra gondoltam, hogy valamit próbálnék arról mondani, ami az első blikre, ha az ember megismerkedik vele, a legfurcsább benyomást kelti, és ez tulajdonképpen a, mondjuk így, a Bibliának az atmoszférája. Ezt végig szem előtt kell majd tartanunk, amikor Bibliáról fogunk beszélni, úgyhogy a kedvenc összehasonlításommal szeretnék élni. Bár ezt mondjuk elsőre igazából azok fogják érteni, akiknek azért volt már a kezükbe valamelyik ószövetségi könyv vagy fejezet. Értelemszerűen a hozzánk legközelebb esővel, a göröggel gondoltam ezt az összehasonlítást elmesélni. Ugye azt mindenki tudja, hogy, legalábbis gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a görög, mondjuk így, irodalom legkorábbi korszakából nem csak a két homéroszi eposz maradt ránk, illetve Hesiodosz két munkája, hanem ránk maradtak nagy tömegben egy műfaj, amit általában úgy emlegetnek, hogy homéroszi himnuszok. Fogalmam nincs, hogy a jelenlevők közül valakinek is volt a kezébe. Ezek is mind le vannak nagyon szépen fordítva magyarra. Ugyanaz fordította le, tehát Devecseri többnyire, mint a két homéroszi eposzt. Ezek sokkal rövidebb költemények. Tulajdonképpen annyit sejthetünk róluk, hogy ezek valójában konkrét istentiszteleteken, vagy hérosztiszteleteken, tehát magyarul a kultusz keretei között hangzottak el, nyilvánvalóan költők írták. Tömérdek áll a rendelkezésünkre, többnyire valamilyen istent hord a címében. Ezek a homéroszi himnuszok egy meghatározott istennek, vagy leginkább isten történetnek a elbeszélései. Természetesen úgy épül felszerkezetileg, mint egy héroszról szóló dicsőítő himnusz, tehát magyarul dicsőtetteket, fontos eseményeket mond el az illető istennel kapcsolatban, és hogy mondjam, dicsőíti. Rengeteg ilyen van, a Hermész himnusz, amiről más alkalommal akarok valami fontosat majd mondani. Ezt el tudják képzelni az összes görög istennel kapcsolatban. Van egy halom, töredékesen ránk maradt homéroszi himnusz, én most egy ilyenről szeretnék néhány szót szólni, ebből összesen egy van. Hermész himnuszunk például van egy tucat. Van egy olyan, hogy a múzsákhoz szóló himnusz, tehát a múzsák dicsőítéséről szóló himnusz, roppant töredékesen maradt ránk. Jelezni fogom, ahogy elmesélem, hogy miről szól, hogy hol vannak benne jelentős kihagyások, tehát ahol nem maradt ránk a szöveg. Amennyire ki lehet venni, abból indít a homéroszi múzsahimnusz, hogy most szándékosan kicsit frivolan is fogok fogalmazni, de tényleg ilyen a hangulata a himnusznak, hogy meleg nyári délután van az Olimposzon, csönd van, egyik isten itt döglik, a másik isten ott döglik, és halálos unalom van. Tulajdonképpen ezt elég világosan leírja a himnusz, hogy marhára nem tudnak magukkal az istenek mit kezdeni, állati meleg is van. Egy nagyon szépen, hogy mondjam, egy tulajdonképpen mindannyiunk számára jól ismert szituációt ír le. Itt egy jelentősebb kihagyás következik, nem maradt ránk a szöveg, utána van egy töredékünk, ahol arról kezdenek el az istenek diskurálni, hogy ez így nem mehet tovább. Szóval valamit csinálni kell, mert, hogy mondjam, örök álomra szenderülnek, ami egy örök lénynél egyébként is furcsa lenne.
És akkor hát, különböző ötletek merülnek, úgy tűnik fel, hogy mégis mit csináljanak magukkal, és akkor valamelyik Isten, a töredékesség miatt nem tudjuk, hogy melyik, bevet egy zseniális ötletet, hogy hát a múzsák, hát hívjuk ide őket, az a foglalkozásuk. Teljesen nyilvánvaló, hogy a múzsák itt, hogy mondjam, a korabeli szórakoztatóipar képviselőiként lesznek. Felfogva richtig oda hívják a múzsákat, innentől kezdve megint egy nagyon szép összefüggő részünk van, ahol a múzsák felvonulnak az Olimposzra, és belefognak az istenek szórakoztatásába és jobb kedve derítésébe, és énekelni kezdenek. Na most tulajdonképpen ami miatt az egész történetet elmesélem, az egyszerűen az, hogy miről énekelnek a múzsák, amivel szórakoztatni akarják a szerencsétlen, hogy mondjam, csofat isteneket. Amennyire a töredékes szövegből kivehető, a múzsák elkezdenek énekelni arról, hogy milyen állati rossz dolog embernek lenni. Kezdve ott, hogy az ember mikor megszületik, akkor maga tehetetlen és kicsi, később sok küzdelem árán felnő, az életben rettentő sok baja van, és akkor még jönnek a betegség, a mindenféle problémák, amiket elsorolják töredékesen, amik az emberi élettel együtt járnak, és ráadásul még meg is hal a végén, akár elért valamit az életbe, akár nem. Körülbelül ez lehet, amit a múzsák énekelnek, és a töredékes sem fennmaradt himnusz legutolsó sora, azt tudom Devecseri fordításában maguknak szó szerint idézni. Lehet, hogy még utána is folytatódott, de az nem maradt ránk. A ránk maradt himnusz utolsó sora szó szerint így hangzik, és az istenek oldhatatlan kacagásra fakadtak. Na körülbelül ez a homéroszi múzsa himnusz. Szeretném, ha úgy mindenki magában, hogy mondjam, járatná, nem feltétlen most, hanem ugye az elég nyilvánvaló, hogy amin érdemes gondolkodni, azt nem kisebb ember, mint Nietzsche vetette fel. Nem pont ezzel a himnusszal kapcsolatban, de a fölvetésre tökéletesen alkalmas ezen a himnuszon való gondolkodásra is, és így nem szoktunk gondolkodni rajta, ezt azért javaslom. Egy egészen meglepő szemszögből felvetett kérdés, Nietzsche kérdése ugyanis így hangzik, hogy miféle emberek lehettek azok, akiknek ilyen isteneik voltak? Ez egy borzasztóan, finoman és teli találattal megfogalmazott, sokkal lényegesebb kérdés, mint az a kérdés, amiben tulajdonképpen mi iskolázva vagyunk, hogy voltak ezek az istenek, vagy sem. Ez egy borzasztó fontos kérdés. Na most az, hogy az isteneket az emberi nem nyomorúságával nem egyszerűen szórakoztatni lehet és felderíteni, hanem oldhatatlan kacagással lehet őket fakasztani. Ezt, ha úgy maguk elé képzelik, hát gondolatban ezek után javaslom, hogy tessék belelapozni a Biblia tetszőleges fejezetébe, és az ember világosan érzi, hogy egy tökéletesen más bolygóra került. Egészen pontosan, ha meg akarunk valamit ebből az atmoszféra különbségből fogni, akkor hát a legprecízebb megfogalmazás az lenne, hogy tulajdonképpen a görög isteneket ebből a szempontból azzal lehet jellemezni, hogy abszolút nem érdeklik őket az emberek. Szórakoztatási céllal, mint látjuk a múzsa himnuszból, természetesen igen, de az, ami képünk, ami a homéroszi eposzok alapján lett kialakítva, amit mi úgy képzelünk, hogy az ember mászkált, a korai, mondjuk az archaikus kor görög embere mászkált a rétek és ligetek között, és megállás nélkül istenekbe botlott. Magyarul, aki eldobott, elhajított egy követ, az legalábbis egy faunt eltalált vele, mert egyszerűen tele volt a világ ezekkel a lényekkel. Ez, hogy mondjam, a képiségét tekintve igaznak látszik, de borzasztóan fontos közben tudatosítani, hogy az istenek maguknak és egymás között élnek. Tehát az isteni szféra bizonyos értelemben tökéletesen elkülönül az emberi szférától. Körülbelül úgy, ahogy, hát ugye, mit tudom én, itt élünk egy nagyvárosba, elég gyakran találkozunk galambokkal, kutyákkal, macskákkal, tudjuk, hogy adott esetben a város határain kívül pedig a természetben természetesen mindenféle
egyéb élőlény, állatok élnek. Ennek jelent teljesen nyilvánvaló, hogy mondjam, az állatok életszférája tökéletesen el van különülve az emberek életszférájától, annak ellenére, hogy megszámlálhatatlan találkozási pont van. Homérosz is tele van azzal, hogy egyes isteneknek vannak, hogy mondjam, kedvenceik. Ezt mondom, erre mindenki emlékszik, részben a sztoriknak a cselekménye össze is függ ezzel. Az isteneknek vannak kedvenceik, körülbelül olyan súlyú kedvencek ezek, mint nekünk gyerekkorunkban mondjuk a maci. Ugye az ember nagyon szereti a maciát, de nem a maciával él, és végképp nem később. Ha az ember idősebb korában, ha lelkifurdalásosan is, de vagy tönkreteszi, vagy elveszti a maciát, akkor előbb-utóbb lesz valami, vagy egy másik maci, vagy megnősül, mit tudom én. Borzasztóan fontos, hogy olvassák ebből a szempontból, Homérosznál is ez történik. Tehát, ha meghal egy hős, akkor az az Isten, vagy Istennő, aki különösen kedvelte, az, hogy nem isteni könnyeket ejt az illető fölött, majd tovább megy, mintha mi sem történt volna, és vagy lesz egy másik kedvence, vagy most inkább egy másik Istennel foglalkozik tartósabban. Tulajdonképpen, amit állandóan próbálok körüljárni, azt megint csak úgy lehetne megfogalmazni, hogy nem egyszerűen, az nem igaz, hogy egyáltalán nem érdeklik az emberek, minket is érdekel a macitól a macskánkig minden. Igazából azt kellene megfogalmazni, hogy a görög istenek az ékkerek világon semmit nem akarnak az emberektől. Ha belegondolnak, nem is igen lenne mit. Ha mi a fenét akarhatna egy örök életű, egy halandótól? Hát azon kívül, hogy egy bizonyos időt, ha együtt töltenek, akkor ez szórakoztató az Isten számára, bizonyos értelemben az ember számára is, de ennyi. Ez a lényege tulajdonképpen, ahogy az előbb próbáltam megfogalmazni, hogy semmit nem akarnak az emberektől. Ennek megfelelően hiányzik az egész mitológiai világból, mitológiai életből egy rendkívül fontos mozzanat, ami a Bibliában centrális mozzanat, mint egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy az uralom. Ez az, ami tökéletesen hiányzik, ez összefügg azzal, hogy nem akarnak egyáltalán semmit. Nyilvánvaló, hogy mondjam, az isteni fizikai erejük meg lenne arra, hogy adott emberközösségek felett átvegyék a hatalmat, de ez láthatólag egyszerűen, hogy mondjam, ha tetszik a görög mitológiában, ha tetszik a görög istenek elméjében, soha fel nem merül. Érdekességképpen itt érdemes belegondolni abba a nagyon furcsa dologba, hogy az egész görög mitológiába, a maga végtelen alakgazdagságával egyetlen olyan pont van, ami távolról egy picit emlékeztet az uralomra, ez Hádész. Tehát az alvilág királya az az egyetlen, ami egy picit emlékeztet. Magyarul tulajdonképp ott ugye a hatalmi viszony mindenek előtt abban fejeződik ki, hogy a Hádészból nincs visszaút. Tehát annak ellenére, hogy van néhány olyan mitoszunk, ahol valamilyen hős, vagy adott esetben Isten, az Istenek közül Dionizosz az, aki megjárta az alvilágot, tehát alászállt bele és visszajött belőle. Ennek ellenére itt nyilvánvalóan van egy olyan típusú uralmi viszony Hádész és holt alattvalói között, ami valamennyire emlékeztet. Ezzel szemben ugye a Bibliát, ha az ember elkezdi lapozni, akkor a legszembetűnőbb élménye az, hogy szándékosan, élesre fogalmazva, Istent az ékkerek világon semmi más nem érdekli, csak az emberek. Egész egyszerűen semmi más. Ez természetesen nagyban megkönnyíti, hogy csak egy van belőle. Következésképp nem tud más istenek iránt érdeklődni. Most hülyülök, de nyilvánvaló, hogy talán a későbbiekben erre rá fogunk tudni világítani, hogy ez nem következménye annak, hogy a Biblia egy Istenről tud, hanem valószínűleg fordítva. Ez a tökéletes és kizárólagosan a saját teremtményei iránti érdeklődés az, ami valószínűleg, hogy mondjam, létrehozta azt, amit monoteizmusnak nevezünk. Tehát, hogy mondjam, a figyelmen kívül hagyása minden egyéb lehetőségnek. Még egyszer visszatérve csak ezt tudnám ismételgetni, hogy a Bibliát az első szavától az utolsóig átitatja annak az atmoszférája, hogy
még egyszer megfogalmazva, hogy Istent semmi más nem érdekli, mint teremtmény egy, és azon belül is mindenek előtt az emberek. Ezt gondoltam ilyen rövid bevezetésnek mondani, és akkor mozaikszerűen szeretnék egyszerűen néhány szót, egész röviden, mert ez unalmas lesz, megvilágítani, amik a Biblia fordítás, az egyébként csodálatos magyar, mindenhez a Károlyra gondolok, Biblia fordításból egyszerűen nem derül ki, hogy nyelvileg is itt bizonyos értelemben egy másik világban járunk, hát különösen a göröggel összehasonlítva. Mondok ilyen egyszerű dolgokat mindjárt kezdetben, ugye azt mindenki, aki nem olvasott Bibliát, az is tudja a Biblia első mondatát. Ugye a kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Amit már nem szokás tudni, de a Bibliával való közelebbi megismerkedéshez fontos tudni, az az, hogy a teremtésre használt ige ebben az első mondatban, a bará így hangzik héberül, annak az a, nem is tudom milyen kifejezést használjak, mondjuk itt teológiai, grammatikai szabályai vannak, amik elevenek egyébként mind a mai napig, tehát az izraeli beszélt héberre is érvényes, amit most mondok. Ez az ige nem szerepelhet olyan mondatban, aminek emberi az alanya. Magyarul az az egészen kézenfekvő asszociációnk, ami mondjuk a művészi alkotást, vagy akár a tudományos alkotást, egyáltalán a szellemi alkotást, valamilyen módon a teremtés, hogy mondjam, képi mintájára képzeli el, ilyen mondatot tulajdonképpen a bibliai héberben nem lehet konstruálni. Ennek nagyon súlyos következményei vannak. Tehát magyarul tulajdonképpen az történik, hogy grammatikailag ez az ige a bibliai héberben és azóta is, hogy mondjam, körül van határolva. Tehát nem lehet más funkciókban, más nyelvi funkciókban szerepeltetni. Érthető, amit mondok, ugye? Ugye az első nagy bibliafordítás, amiről legalábbis mindannyian tudunk, az a Septuaginta, amit föltetőleg valamikor a Krisztus előtti 3. században Alexandriában készítettek. Ez az Ószövetségi Biblia, illetve néhány apokrif könyvnek ugye a görög fordítása. Nagyon jó, görögül nagyon jól tudó, haladvanul képzett emberek fordíthatták, sejtelmünk nincs, hogy kicsodák. Az első mondatnál mindjárt beleütköztek ebbe a problémába, ugyanis abban a pillanatban természetesen a bibliai héberen kívül nem volt nyelv a Földön, amelyiknek az isteni teremtésre külön szava lenne minden egyéb teremtő vagy alkotó tevékenységgel szemben. Nem csigázom tovább a kíváncsiságot, nem tudták lefordítani. Aki meg tanul görögül és megnézi a Septuagintába, nyilvánvalóan nagyon hosszú kínlódás eredményeképpen végül az epoészen alak mellett döntöttek. Ez a poén ige múlt ideje. Ezt gondolom már hallás alapján is mindenki hallja, hogy a poéta van az igében. Tehát alkotni, képezni. Körülbelül ilyesmit jelent, mármint kialakítani a formáját. Körülbelül ezt jelentette görögül. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokat kellett, hogy latolgassák, hogy mi a fenével próbálják a bará igét visszaadni. Ennek lett ugye aztán a következménye a Szent Jeromos féle vulgáta, tehát a latin fordításban a kreávit, ami ugye meg a kreáció igéjével fordítja. Mind a görög, mind a latin megoldás az jellemzi, hogy a elképzelhető legmagasabb rendű, vagy legalábbis legmagasabb rendűnek tekintett emberi tevékenység igéjét használja ezen a helyen. Ebben az értelemben azt kell mondanunk, hogy legalábbis a fordítás, a nyelvi fordítás szintjén az, ami a bibliai teremtés eszme, hogy mondjam, ha tetszik, egyik legdöntőbb mozdulata, az értelemszerűen lefordítatlan maradt. Tehát magyarul, hogy itt nem valamiképpen a világ elkészítése egyszerűen, amiről szó van, hanem valamit még gondolnak, aminek következtében ezt az igét elzárják a további olyan, hát ez csak profán használattól, tehát hogy nem lehet emberi tevékenységre használni. A kabala kapcsán majd érinteni fogom, ha nem, akkor emlékeztessenek, hogy ott előfordul szándékosan, hogy emberi tevékenységre is használják, de csak akkor, ha a kabala olyan
héroszai jönnek szóba, akik az isteni teremtés tudásának a birtokában vannak. Tehát valóban tudnak. Egészen pontosan akkor ne áruljunk zsákba macskát. A Talmudban van egy hely, ahol úgy tűnik, hogy gólemet készítenek. A gólem szó maga nem szerepel egyébként a szövegünkben, de a baráigét használják. Tehát azon a ponton, ahol hát úgy tűnik egy korai kabalista embert állított elő, azaz embert teremtett, így nyilvánvalóan hangsúlyozni akarták azzal, hogy ezt az igét használták, pont ezzel akarták hangsúlyozni, hogy ez most tényleg teremtés volt. Tehát nem egyszerűen gyurmikált valami emberhez nagyon hasonlatos dolgot, amit minden jobb szobrász képes csinálni, hanem itt valami több történt. Ha már a Septuaginta szóba jött, akkor még ilyen apróbb szórakoztató elem, amit javaslom, hogy hát akit érdekel, az úgy tököljön rajta, szóval érdemes rajta tűnődni. Hát a Biblia első mondatának a további fordítása, tehát hogy kezdetben teremtette Isten, eddig oké, ezt most már átvettük, az eget és a földet. Most ahhoz, hogy valaki ezt görögre lefordítsa, azzal a, hogy mondjam, a saját száján jelentkező nyelvi feszültséggel is meg kellett birkóznia. Görögül az ég, az ugye Uranosz, a föld pedig Gája. Na most ez ugye, gondolom, minden jelenlevő számára a görög mitológiából már ismerős. Ez kétség kívül az Uranosz eget jelent a szó szótári értelmében, és a Gája földet jelent a szó szótári jelentésében, egyben azonban Istenek. Ezek egyszerűen meghatározott mitológiai lényeknek a tulajdon neve is. Na most próbálják elképzelni, hogy mi történik itt a görög tudatban, amikor ezt a mondatot lefordítja, hogy egy Isten, ho Theos, teremti. Mármint epoészen, ugye a mi görög szövegünkben ez áll, megalkotja Uranoszt és Gáját. Az a fordulat, ami... ha tetszik a Biblia fordítás során, ez persze metafora, amit mondok, belül a nyelvben le kell, hogy zajlódjék, az tulajdonképpen a megsemmisítése annak, hogy ezek eleven isteni lények, és a szó tisztán tárgyi jelentésében, egyszerű közös főnévként, nem is tudom, hogy mondjam, rákényszerülnek arra, hogy egyszerű közös főnevekké váljanak. Maga a fordítás aktusa tulajdonképpen, hogy mondjam, egy mélyen mitológia ellenes lépés, és hát minden jel arra mutat, hogy hosszú távon sikeresnek is bizonyult, körülbelül hasonlóan, mint a görög filozófia kezdeti stádiumai, amikor, mit tudom én, van, azt hiszem a Fájdalaszban van, Platon egyik dialógusában egy olyan párbeszéd, ahol hosszan megbeszélnek egy mítoszt, Szokrátész és beszélgetőtársa, vagy mikor befejeződött az egyébként gyönyörű beszélgetés, gyönyörű mitoszokról volt szó, akkor Szokrátész egyszerűen azt a kérdést teszi fel, hogy és te ezt hiszed? Pontosan ugyanazok a hogy mondjam, átbillenések, szellemi átbillenések zajlanak, ami például a Biblia fordításban ebben a mondatban jól megfogható. Amúgy még egy példát feltétlenül elmondok arra, amit kedvenc gondolkodóm azzal szokott jellemezni, hogy a világtörténelem ott áll a szótárban, csak jó kell tudni lapozni és olvasni azt a szótárt. Hát például, ha már bibliafordításokról beszéltünk, jellegzetesen ilyen a megtérés fogalom, illetve ennek nyelvi megjelenítése. Az Ószövetségben, a héber szövegben ez a bizonyos megtérni, amíg többé-kevésbé azt jelenti, mint magyarul, csak magyarul ugye annyira le lett a vallási nyelv számára foglalva ez a szó, hogy az ember nem szokott kapásból belelátni, hogy ez megfordulást jelent egyszerűen. Tehát térés és megtérés, azaz bizonyos értelemben visszafordulás. A bibliai Ószövetségben minden egyes helyen, ahol a megtérni ige szerepel, egészen egyértelmű az alapjelentés mindig dominál. Az alapjelentés az egyszerűen az, hogy mondjam, az ember egy meghatározott ponttól elbratyogott, és a megtérés az annyit jelent, hogy sarkon fordul, és ugyanazon az úton visszamegy. Oda, ahonnan nem kellett volna eljönnie. Lényegében ezt jelenti, csak nem minden esetben a legklasszikusabb, jó, hát ezer számra lehetne idézni. Nekem most ebben a pillanatban csak egy ugrik be az egyik legizgalmasabb pontja, ahogyan a Biblia ezt a
igét és fogalmat használja. Ez Malakiás proféta végén található, akit érdekel, ki tudja keresni, mert Malakiás összesen 3 fejezet, és ez a harmadikban van, de nem, ennél pontosabban most nem tudom fejből megmondani, hogy a vers számát. A betű szerint fordítva a szóban forgó mondat így hangzik, Isten beszél. Természetesen 2. a néphez beszél, és azt mondja, hogy most Károli nyelvre fordítva, térjetek meg hozzám, és én megtérek hozzátok. Képtelenség elég pontosra fordítani, hogy teljesen világos legyen a dolog. Mindenek előtt, ami nagyon hangsúlyos, és ez a bibliafordításokból általában nem tud kellőképpen kiderülni, hogy a megtérni az egyforma súllyal használatos a Bibliában mind emberre, mind Istenre, és mind a két alkalommal egyértelműen vallásos súllya van. Tehát nem egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy mondjam, fordítsd már felém a tekintetedet, ne állandóan máshova nézzél, hanem valóban a szónak ebben az egészen súlyos értelmében megtérést jelent. Tehát a Isten itt a népnek tulajdonképpen egyszerűen azt ígéri meg, hogyha ebben a vallásos értelemben kizárólagosan ő felé fordul vissza, ez nagyon fontos, hogy vissza, akkor ő is ugyanebben az értelemben fog a néphez fordulni vissza. Na most ezt érdemes összevetni azzal, hogy az Új Szövetségben az evangéliumi görög nagyon sokszor használja a szöveg ezt a fogalmat, és ezt valahogy ki kell fejeznie görögül. Mondanom sem, hogy a Septuagintában még a strofein van, tehát a effektíve a fordulni, aminek viszont nincs vallási jelentése. Az Új Szövetségben, erre mondtam, ezt szeretném példának mondani arra, hogy a világtörténelem ott áll a szótárban. Ugye mindenki emlékszik, a 3 szinoptikus evangéliumban, mind a 3-ban, valahogy mindjárt az elején, ugye Keresztelő János lemegy a Jordánhoz, és ha tetszik, bűnbocsánati prédikációt tart, tehát hívja oda, hogy mondjam, Izrael elszélett juhait, és a szöveg a magyar fordításban mindenütt úgy hangzik, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Istennek országa. Ugye erre mindenki valamennyire emlékszik, ha olvasta, ha nem. A térjetek meg, erre a görög kifejezés ezen a helyen, már itt ugye evangéliumokról beszélünk, úgy hangzik, hogy metanoeite. Ez tulajdonképp a metanoia szó összetételnek, hát a ragozott, igeként ragozott alakja. Ez 2 alkotó összetétel, ugye a meta, ezt ha máshonnan nem a metafizikából mindenki ismeri. A második az a nous, a noia, tehát ez már egy, a mi nyelvünkön nehezebben definiálható szó, de a jelentése körülírható, ez az ember teljes lelki-szellemi, hogy mondjam, kapacitásának az összessége. Tehát mindaz belőlünk, ha tetszik, ami nem testi. Körülbelül így lehetne a nousznak a jelentését. Ezen kívül elmét, gondolkodás, eszmélkedést, ezer mindent jelent, de mindenképpen valamilyen egyszerre pszichikai és pneumatikus, tehát szellemi tehetséget, képességet jelent. Na most a metanoia az értelemszerűen tehát az ember teljes lelki-szellemi, hogy mondjam, lényének a 180 fokos fordulatát jelenti. Egyszerűen az ember lelkileg, szellemileg forduljon az ellenkezőjére. Valami egészen másra, mint eddig. Körülbelül így lehet kifejteni ennek a metanoiának a jelentését. Az izgalmas benne az, ha belegondolnak, hogy jó lehet a, hogy mondjam, vallási gondolatilag valahol az eredete természetesen az ószövetségi tsuvá, a sarkonfordulás, a megtérés az alapja, azzal az óriási különbséggel, hogy az ószövetségi megtérés az a visszatérést jelenti valamihez, most nagyon egyszerűen fogalmazok, a kereszténység esetében az, hogy mondjam, a megtérés az a valami eddig soha nem voltra való, hát ha tetszik, áttérést jelenti, tehát magyarul az ember totális megváltozását valami olyanná, ami ő eddig nem volt. Gondolom a két kifejezésnek a saját vallási
kontextusában való elhelyezkedése az talán valamennyire megvilágítja a maguk számára, hogy ebből már rengeteg minden, hogy mi a messzen kifejthető és levezethető egészen Pál apostolnak azokig a gondolataig, ahol a pogányból keresztényé megtérő személynek az újjászületéséről beszél, és hát nagyon szeretném hangsúlyozni, nagyon fontos, ha az ember Bibliát olvas, hogy például Pál nyelvén ez nem metafora. Ő szó szerint érti, tehát amikor ő azt mondja, hogy szellemi újjászületés, akkor nem azt gondolja, amit mi mondjam, mindennapi nyelvhasználatban ez alatt azt értjük, hogy valami egészen mást gondolok, mint tegnap. Hanem szó szerint érti, nem véletlen, hogy az újjászületés szót használja, újjászületést ért rajta, és ettől kezdve, hogy mondjam, a teológiája is nagy mértékben azt taglalja, hogy egy keresztény esetében ő tulajdonképpen arról beszél, hogy egy hívő keresztény kétszer születik életében. Egyszer, mint ember, ami szükségszerűen azt jelenti, hogy pogány. Itt most tegyük zárójelbe, hogy már Pálnak is nagyon komoly problémát okoz, hogy a zsidókat hova tegye ebben a dologban, akik ugye született módon nem pogányok az ő számára. De a lényeg mindenképpen az, hogy egyszer megszületik az ember, mint egyfajta szellemi, pszichikai, fizikai lény, és ennek a totális újjászületése az, amikor, hogy mondjam, keresztényé válik páli fogalmak szerint. Erre vissza fogunk még térni, ez a korai, a kereszténység korai századaiban egyébként sokkal tudatosabb volt, mint a későbbi századokban. Amit idézni tudnék rá, amit érdemes ehhez tudni, hogy a harmadik század elején ezt az egyházatja, az első latin nyelvű egyházatja, ez nagyon fontos, ugye tudják, hogy a kereszténység első két évszázadában minden egyházatja kivétel nélkül görög. Már nem úgy értem, hogy etnikailag görög, hanem görög iskolázottságú, görög gondolkodású. Egyszerűen a kereszténység az első két évszázadban alapvetően, hogy mondjam, görög jelenség, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni. Tertullianus az első észak-afrikai egyébként, aki természetesen csodálatosan tud görögül, de ő latin. Egyház atya latinul prédikál, latinul ír, tulajdonképpen ő az, akinél a korai kereszténységnek mondjuk így a súlypontja fokozatosan áttevődik az összrómai birodalmon belül, a kelet-római birodalom, még nincs kelet-római birodalom, de szóval a keleti részről fokozatosan áttevődik a nyugati részre, ahol tulajdonképpen a latin nyelvű kereszténység lesz teológiailag is megalapozva. Most a szóban forgó Tertullianustól ugye két mondatot szokás idézni, az egyiket szinte gondolom mindenki ismeri, legfeljebb nem tudja, hogy ez Tertullianustól származik. Agyon szokás idézni ezt a bizonyos credo quia absurdum est, hiszen mert lehetetlen, hiszen mert abszurdum. Ezt szokás idézni, teljesen nyilvánvaló, hogy Tertullianus mást érted rajta, hogy mondjam, szóval nem cirkuszi fellépésnek szánta ezt a mondatot, amin a mai napig mindenki jót röhög, hogy hiszen mert abszurdum. Az eredeti kontextusa, ahogy Tertullianus ezt értette, az egyszerűen az volt, hogy ami lehetséges, azt tudom. Ami nem lehetséges, mert abszurdum, abban legfeljebb hiszek. És ez történetesen az, hogy mondjam, Isten egy rövid időre megtestesült emberként a Földön, ahol kivégezték, de harmadnapra feltámadott, ez egy abszurdum. Ezt ő maga is tökéletesen elismeri, ezért ez a hittárgya és nem a tudásé. Körülbelül ez a mondatnak az eredeti tényleges értelme. Ami miatt most hivatkozni akartam egyébként Tertullianusra, az a másik mondat, aki teológiát tanul, az mind ismeri, az egyszerűen a mondat így hangzik, hogy Christianus fit non nascitur, keresztény lesz, nem születik. Ez egy kulcsmondat, és teológilag mind a mai napig alapvető, azért is nagyon fontos, mert fogalmam nincs, hogy a jelenlevőket foglalkoztatta valaha már az a gondolat, ami tulajdonképpen az egész európai középkorban és a reformáció idején egy nagyon súlyos
kérdés volt, nevezetesen, hogy mi a francnak kell megkeresztelni csecsemőket, akik ettől keresztények lesznek, de hát ez nem egy saját döntés. A legkevésbé sem lehet azzal jellemezni, hogy ilyenkor lezajlana az, amit ugye Pál apostol megkövetel a keresztényeket, hogy újjászületik, és teljes, hogy mondjam, metanoiát gyakorol, tehát szellemileg átfordul valami olyanba, ahol sose volt. A kérdés gyökere az ott helyezkedik el, hogy teológiai értelemben mind a mai napig a keresztény alapfelfogásban, jó lehet, nem nagyon verik nagy dobra, de ott van ez a tertulliánusi mondat, nevezetesen, hogy keresztényé csak válni lehet, de nem lehet születni. Következőképp, ha valakinek minden felmenője több száz évre visszamenőleg keresztény, ő akkor sem kereszténynek születik, hanem pagánynak születik, ezért meg kell keresztelni ahhoz, hogy keresztény legyen. Úgy ez világos. A nagyon korai keresztelésnek egyébként ezen óriási viták voltak a korai keresztény századokban, mert azt azért mindenki tudta, hogy hát furcsa dolog, hogy mondjam, megtérni, azaz keresztényé újjászületni egy olyan életkorban, amikor az ember mondjuk késsel villával még nem tud enni. A problémát egyszerűen az okozta, ugye, ha nincs megkeresztelve, akkor elkárhozik. E körül forgott a gondolatmenet, óriási viták voltak azon, hogy miért kárhozna el egy csecsemő, hiszen még nem követhetett el semmilyen bűnt. Na most ez az, amit végül Szent Ágoston dönt el, mint problémát, és a Szent Ágostoni teológiai döntés és annak indoklása az, ami például a katolikus egyházat mind a mai napig meghatározza, nevezetesen, hogy hogy nem követett el bűnt Ádám és Éva leszármazottja. Nem tudom, világos, hát a magyarul az örökletes bűnről van szó, következésképp. Jó, Isten lehet, hogy megkegyelmez a babának, de ez nem változtat azon, hogy önmagában minden további nélkül lehetséges, hogy elkárhozik, mert bár ő maga még nem követett el semmit, de a ősi emberpár igen, és ő azoknak, hogy mondjam, egyenesági leszármazottja. Magáról a bibliai szöveghez való, mondjuk így, történeti viszony, amiről sok szó lesz ezeken az órákon, itt egyetlen nevet, kettőt. Örülnék, hogyha megjegyeznének, az első nem igazán lényeges, ez egy 17. századi francia orvos volt, Jean Astruc. Orvos, filológus, teológus, véletlenül ő egy olyan, az előbbi témánkat érinti, olyan keresztény családban született, ahol a közvetlen elődök zsidókból tértek át keresztényekké. Ez abban a szempontból lényeges egyedül, hogy az Astruc ennek következtében a korban igen szokatlan módon jó tudott héberül. Ez meglehetősen szokatlan volt ezekben a századokban, és az Astruc sokat foglalkozott bibliai szöveggel, és egy borzasztóan furcsa felismerése volt. Mindjárt a Biblia legelején, ezt otthon, annak alapján, amiket most elmondok, a magyar szövegen is lehet ellenőrizni. Föltűnt neki, hogy a Mózes első könyve, amit ugye Genezisnek nevezünk, az első fejezetében van szó ugye a hatnapos teremtésről és a hetedik napon történő megpihenésről. Schnitt, a második fejezete a Genezisnek foglalkozik a paradicsom történettel. Gyümölcsevés, kiüzetés, stb. Az már mindig is föltűnt a Bibliával foglalkozó, elsősorban a teológus tudósoknak, hogy az ember teremtése különbözik ugye a Genezis 1 és a Genezis 2 között. A Genezis 1-ben tulajdonképpen az emberrel kapcsolatban csak annyi van, hogy ugye Isten elhatározza, hogy alkossunk embert képünkre és hasonlatosságunkra, és a következő mondat úgy szól, hogy és alkotott embert a maga képére is hasonlatosságára, férfiúvá és nővé alkotta őket. Pász! Magyarul, hogy mondjam, egy lélegzetre, egy mozdulattal és egyszerre. Ennyit mond a bibliai szövegünk. A Genezis 2-ben ismeretes módon előbb a Jóisten különböző földeket egy helyre gyűjt, a gyurmikája, összegyurmikál belőle egy emberalakot, majd beleleheli az életet és az Ádám. Innen még folytatódik is egy darabig a történet, utána Isten megállapítja, hogy nem jó az embernek egyedül. Először kipróbálja különböző állatokkal, ez nem jön össze, és akkor ugye elaltatja, hogy mondjam,
anesztéziás eljárás során oldalbordát kioperál, abból megalkotja a nőt, és elkezdődik a történetünk. Most az mindig is foglalkoztatta a teológus elméket, hogy hát olyan közel van egymáshoz az a két fejezet, és mi a fenétől különbözik ez ennyire? De tényleg nagy a különbség. Most nem szóval arról, hogy a Genezis 2-ben nincs szó a csillagok megalkotásáról, stb. De mégis a legsúlyosabb, azok kimagyarázható dolgok voltak, de itt baj volt. Egyrészt a nőnek a teremtésbeli pozíciója tűnik tökéletesen másnak a Genezis 1-ben és a Genezis 2-ben, de effektíve, hogy mondjam, a technológiai eljárásban rendkívül komolyak a különbségek. Az Asztoruk valószínűleg ezen kezdett volna el gondolkodni, és ekkor beleütközött, most akkor már elmondom, abba a sajátos észrevételbe, amivel egy lavinát indított el, de kétségkívül a megfigyelés helyes és igaz, nagyon nehezen értelmezhető. A Genezis 1-ben, amelyik a hatalmas teremtés stb., ahogy az előbb beszéltünk, kizárólagosan azt az alanyt használja a héber szöveg, hogy Elohim, ami ugye azt jelenti, hogy Isten. Kezdetben teremtette Isten, és látta Isten, hogy jó, nem akarok több mondatot idézni, ezek mindenkinek ismerősek. Itt tulajdonképpen mindig Isten az alany, és mindig ezzel a szóval jelölve. Na most tovább megyünk a Genezis 2-re, és megdöbbenve látjuk, hogy a Genezis 2-ben szakadatlanul egyfelől ez az Isten szó szerepel, és mellette mindenütt ott áll az a bizonyos JHVH, a négybetűs Isten név, amit ugye szaknyelven tetragrammatonnak hívnak. Gondolom, nem mondok senki számára újat, tehát az, hogy ez létezik, azt mindenki tudja. Tehát magyarul, hogy az Ószövetségben Istennek van egy tulajdonneve, aminek mi nem tudjuk egészen pontosan a kiejtését immár évezredek után rekonstruálni, azon egyszerű oknál fogva, hogy a második szentély korától kezdve Izrael népe számára tilalmas volt ezt a nevet kiejteni, ez a mai napig így van. Tehát nem mondják ki ezt a nevet. Ha a Bibliát olvassák, ami nagyon gyakran fordul elő, akkor általában messziről már azzal jelezve van, hogy vigyázz, ki ne olvasd, ahogy az ember közeledik a szemével, ugye jobbról-balra a szöveghez, a bibliai szöveg mindig be is van magánhangzózva. Erről ha akarják majd két mondatot külön. Az Isten név nincs be magánhangzózva, hogy föltűnjön már tipográfiailag, hogy vigyázz, itt ki nem olvasandó szó következik. A kiolvasására különböző hagyományok vannak, leginkább az Adonai szóval olvassák ki, az Úr. De kiolvassák, úgy is ismertem olyanokat, hogy Hashem, a név. A lényeg mindenképpen az, hogy magát ezt a szót nem olvassák ki, és ezt olyan régóta csinálják, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy ennek az eredeti kiejtése hogy hangzott, már pedig elég valószínű, hogy a Bibliát azért előbb mondták, és aztán írták le. Következésképpen ennek valahogy el kellett hangzania ennek a szónak. Valamikor a második szentély vége felé, tehát az föltűnő, hogy az előbb említett Septuaginta fordítás idején, tehát a Krisztus előtt 3. században a görög fordítása a Bibliának már le se írja görög betűkkel ezt a tetragramaton, tehát a négybetűs Isten nevet, hanem a helyére általában azt írja, hogy Hokűriosz, az Úr. Ebből lehet arra következtetni először is, hogy valószínűleg a korban élő beszédben már kerülték a névnek a kiejtését, és helyette azt mondták, hogy az Úr. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a jeruzsálemi szentélyben évente egyetlen egyszer a Jom Kippur nevű nagy ünnepen a főpap, mielőtt belépett a szentek szentjébe, szembefordult az egész sokasággal, és fennhangon és nyilvánosan kimondta. Ekkor az egész társaság leborult. Tehát magyarul ebből, arra mindenképpen tudunk következtetni, hogy ezek szerint a második szentély idején a főpap legalábbis még tudta, hogy hogy kell ezt a szót kiejteni, és ha a tömeg leborult, az azt jelenti, hogy ők is tudták, mert különben nem ismerték volna fel, hogy most kell leborulni. De nem tudjuk. Ugye ez az a szó, ami a katolikus liturgiában időnként megjelenik abban az alapjában, hogy Jehova. Most erről a szóról, amit biztosan tudunk, az az, hogy
így biztos, hogy nem hangzott. Ez egy téves rekonstrukció volt. A téves rekonstrukciót azt segítette elő, hogy amikor már a zsidó biblia kéziratokat elkezdték a koraközépkorban bemagánhangzózni, hogy tévedhetetlenül tudják a szöveget kiolvasni, akkor hát ők is szembe kerültek ezzel a problémával, hogy be kell magánhangzózni egy szót, amit viszont nem szabad kiejteni. Nem tudom, világos a probléma, és akkor született az az egyébként zseniális, de félrevezető megoldás, hogy az, hogy J-H-V-H, ugye a más hangzókat azt szabadon leírták a tetragramatont, majd aláírták az Adonai szónak, az Úr szónak a magánhangzóit. Az ő szemüknek ez elég volt, ezt figyelmeztették, nem, akkor nem olvasta ki a tetragramatont, hanem arra figyelmeztették a magánhangzók, hogy itt az Úr szót, az Adonait kell mondani. A probléma az volt benne, hogy a héberül már tanult nyelvként megtanult koraközépkori keresztények között kialakult az a meggyőződés, hogy ezeken a régi kéziratokon jól van magánhangzózva. Na most az Adonai szó magánhangzóival, ha összeolvasom a tetragramatot, akkor valóban valami olyasmi jött ki, hogy Jehova. És akkor, hát akkor nyilván ezt így kell mondani, és így vonult be a liturgiába. Nem tudjuk, tehát ezt most nem akarom tovább feszegetni. Azt biztosan tudjuk, hogy kellett, hogy mondják. Méghozzá ennél sokkal sűrűbben, mint hogy évente egyszer a főpap, bármint a, úgy értem, ennél korábbi századokban. Erre két bizonyítékunk van. Hadd kövessem még ezt a szállat, mert szerintem ez fontos is, meg érdekes is. Két bizonyítékunk van rá, az egyik az ószövetségi névanyag. Egyszerűen az emberi személynevek. Elképesztő tömegben szerepelnek olyan személynevek, amikben a tetragramaton vagy annak egy része benne van. Na most az teljesen valószínűtlen, ugye, hogy egy Feri nevű ember csak úgy legyen szabad megszólítani, hogy Fe, mert a riasz tilalmas. Akkor nem adják neki ezt a nevet. Hogy világos legyen, mire gondolok, teszem azt, mit tudom én, ilyen típusú nevekkel van tele a Biblia, amilyen mondjuk a mai izraeli miniszterelnöknek a neve Netanyahu. Hát itt a vak is látja, hogy a Nátán az elején az az Adni ige, és a második fele az az Isten név. Pontosabban annak egy, hogy mondjam, kissé redukált alakja. Ennél is feltűnőbb a Bibliában a proféta nevek. A proféta nevek 9/10 részéről ma már vallástörténeti alapon azt gondoljuk, hogy ezek felvett nevek. Tehát volt valami saját neve a pasinak, és a profétálláskor fölvesz úgy körülbelül egy proféta nevet, nagyon pontos hasonlatot fogok mondani, mint a pápák. Ugye ezt mindenki tudja, hogy amikor egy bíborost, vagy mit tudom én, pápává választanak, akkor tulajdonképpen nem egyszerűen fel kell, hogy vegyem egy pápai nevet, hogy ő a nem tudom hányadik, nem tudom kicsoda, hanem lényegében a politikai, teológiai programját foglalja össze a névben. Tehát abból, hogy valaki milyen nevet vesz fel, amikor pápa lesz, lehet már következtetni, már csak azért is, mert tudtul akarta adni, hogy ő milyen politikát, milyen egyházpolitikát óhajt követni. Na innen van az például, hogy az iskolába tanulták a pápaság és császárság háborúi idején a középkorban, valami eszelős számú Gergely van. Ugye ezt erre mindenki emlékszik, ez egyszerűen ha egy pápát pápává választottak, és fölvette a, nem tudom, a 9. vagy 10. vagy 11. Gergely nevet, akkor lehetett tudni, hogy béke az nem lesz. Tehát magyarul, hogy folytatja a háborút a császárság ellen, ha akkor egy pápa más nevet vett volna fel, és életben is marad, akkor ez egyszerűen csak annyit jelentett volna, hogy ő valahogy békére törekszik a császársággal. A 16. Benedekből is elég jól lehet következtetni arra, hogy Benedek milyen típusú politikát folytat. Vannak kivételek, tehát mit tudom én, azt gondolom, hogy II. János Pál például ezt a pápa nevet elsősorban azért vette fel, mert a közvetlen elődje első János Pál 3 hónapig volt pápa és meghalt. Tehát egyszerűen ennek valószínűleg elsőbb a tiszteleti oka volt. Miért az, hogy a 16. Benedek nem a 3. János Pált vette fel, az már irányváltoztatásra mutat. Na most a
amire a figyelmet fel akartam hívni ennek analógiájára, azok a nagy profétáknak a nevei. Hihetetlen gyakoriságú az, hogy a tetragramaton részét alkotja. A névnek sokkal nagyobb a statisztikai gyakorisága, mint egyébként, hogy mondjam, a bibliai Izrael keretei között a tetragramatonnal feldíszített neveknek. Ez a magyar biblia fordításból, meg ahogy mi a magyarul a proféta neveket ismerjük, nagyon kevéssé feltűnő, de hát csak a figyelmet szeretném felhívni, hogy Ézsaiás, ő valójában Jesajáhú. Jeremiás, valójában Jirmiáhú. És ez Illés, valójában Éliáhú. És most még folytathatnánk a tulajdonképp, teljesen a pápaság, a pápa nevek analógiájára, ez valószínű, hogy az, hogy a profétáknál ilyen mérhetetlenül gyakran fordulnak elő tetragramatonnal összetett nevek, az két dolgot bizonyít. Az egyik mindenek előtt az, hogy ejtették. Hát ez máshogy egyszerűen lehetetlen. Nem lehetett volna megszólítani őket. A másik pedig, hogy mondjam, hogy ez tulajdonképpen már a névfelvétel vagy névadás maga nem egyéb, mint tüntetés. Tehát programközlés. Asmannak a könyveit olvassák, amiket mindenkinek nagyon melegen javaslok, és most már elég sok könyve meg van magyarul. Ján Asmann. Ugye beszéltünk is talán a figuráról. Ő effektíve a profétaság mozgalmát, mert ez egy mozgalom volt, és századokig tartott. Úgy is hívja, hogy Di Yahweh Alein Bewegung, így egybeírva. Amit hát körülbelül úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a senki más, mint csak Yahweh mozgalom. Na ennek az egyik föltűnő tünete a profétai névadásokban megjelenő név. Említettem, hogy még egy bizonyítékunk van ezen kívül arra, hogy kellett, hogy ejtsék a nevet, sőt, még mindjárt mondom, hogy ez még mást is bizonyít. A Ószövetségben, nagyon a régebbi könyvekben föltűnő gyakorisággal fordulnak elő ilyen típusú mondatok, ezek magyarul egyáltalán nem tűnnek fel nekünk, nem olvassuk jól a bibliai szöveget, ahol Isten, hogy mondjam, különböző rettenetes ígéretekkel, illetve rettenetes fenyegetésekkel, hogy mondjam, fegyelmezi népét, és különösen a büntetésekkel való fenyegetőzéskor vannak ilyen hatalmas költői részek, amik refrénszerűen, hogy mondjam, minden egyes strófa, ha tetszik, utolsó szava. Magyar fordításban így hangzik, hogy és akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Na most ez magyar füllel olvasva, hát ugye az ember úgy elgondolkodik, hogy mert eddig is tudtuk. Szóval mit fogunk ettől megtudni? Hát meg fogja nekünk nagyon kemény kézzel mutatni, hogy ki az Úr a háznál. Igen ám, de a szövegben nem ez van. Ez a fordítás. A szövegben tulajdonképp az van, hogy és akkor majd megtudják, hogy ki a JHVH. Vagy hogy én vagyok a JHVH. Na most első blikre ugye ugyanez a kérdés vethető fel, hogy még ki nem tudja. De hát egyrészt ennek a bibliai szövegnek csak akkor van értelme, ha ez el is hangzott. Tehát az biztos, hogy nem mondtak helyette mást, mert akkor olavész a dolog jelentése. De van ennél egy mélyebb és izgalmasabb része a dolognak, hogy nem egyszerűen ezeknek a bibliai szövegeknek a elhangzásakor, felolvasásakor el kellett, hogy hangozzék az Isten név mindenki előtt. Ráadásul ugye akárki felolvashatta, akit kiszólítottak a templomba, hogy olvassa föl. De tulajdonképpen, ha elmerengünk ezeken a ismétlődő, referenszerű mondatokon, akkor az a hipotézis is felmerül az emberben, hogy nem csak kiejtették ezt a tetragramatont, hanem azt is tudták, hogy mit jelent. Mert ennek a mondatnak, hogy Isten igazából csak akkor van értelme, hiszen az, hogy kit jelöl a tetragramaton, azt tudta mindenki. És az, hogy ez így el tud állandóan hangozni, hogy és akkor majd megtudják, hogy én vagyok JHVH, mi az ördög ez? Valamit kellett, hogy lehet, hogy tévesen, de valamit gondoltak, tudtak vagy tudni véltek arról, hogy az Isten név valamit jelent. Most, ha már ideig elkapaszkodtunk, akkor ezen a nyomvonalon még érdemes legalább ötletszinten tovább menni, hogy hát honnan lehetne, akár igaz, akár téves tudásuk volt arról, hogy mit jelent eredetileg az Isten név, de
Hát hol lehet a Bibliában föllelni azt a jelenetet, ahonnan ők tudhatták, vagy tudni vélhették, hogy a tetragrammatonnak mi a jelentése? Legyünk őszinték a némi túlzással, de azt hiszem ez állítható, a Föld nevű planétán nincs olyan tulajdonnév, mármint emberre használt személynév, aminek ne volna jelentése. Legfeljebb már nem tudjuk. Görög istenek esetében szokás nagyon etimologizálni, hogy mi az ördögöt jelentenek, de teljes joggal abból indulnak ki, hogy kell, hogy legyen valami jelentése, mert azonnak oka van, hogy Zeus Zeusnak hívják, és nem Lajosnak, vagy tetszőlegesen valaminek. A mindegy összehasonlító kultúrtörténészek, nyelvészek, stb. Szoktak ezen, most nem akarok belemenni abba, hogy a Zeus név maga mit jelent. A tetragrammaton a vallási hagyomány, elsőbben a zsidó vallási hagyományra gondolok, tudni véli, hogy a név kinyilatkoztatása az egy konkrét helyen történik. Az Ószövetségben, nevezetesen az Exodusban, az Exodus elején, tehát Mózes második könyvének az elején, az égő csipkebokor jelenetnél. Tegyük most zárójelbe, hogy a jelenetnek rengeteg olyan mozzanata van, amit nem értünk teljes világossággal. Egy dolog van azonban, amit megtudok maguknak saját személyes tapasztalatból világítani, az maga az égő csipkebokor. Itt nagyon fontos, hogy nem hittem volna el, de a saját két szememmel láttam, hogy a judeai sivatagban ez elő tud fordulni. Tehát magyarul ilyen kórószerűen tök száraz. Hát valamiféle csipkebokor, nem értek hozzá, és sokféle van. A szemem láttára tényleg lángra lobbant. Ezzel szemben a bibliai csipkebokorral ellentétben el is hamvadt. Tehát magyarul egyszerűen a hőmérséklet egy bizonyos fokon túl, és a nap keményen rátűz, nem bírja. Olyan, mintha nagyítót irányítana rá az ember. És egyszer annyira el van száradva, hogy tulajdonképpen egy lobbanás az egész, és porrá omlik. Na most, tehát ilyen van. Az égő csipkebokornál ugye láthatólag ez a háttere a jelenetnek, mert ugye azzal kezdődik, hogy ugye baktat az eltévedt birka után szegény Mózes, és akkor meglátja az égő csipkebokrot. És akkor a szövegünk szó szerint azt mondja, hogy és mondta magának Mózes, kettős pont, ha nézzük meg már ezt közelebbről, körülbelül így hangzik a szöveg, nézzük meg ezt a csodát, úgy emlékszem, ezt a nagy csodát, valami ilyesmi a pontos megfogalmazás, hogy mi az, hogy ég a csipkebokor és nem hamvad el? Ebből fordítsuk le magyarra. Már nagyon sok csipkebokrot látott égni, de az mind elhamvadt. Ami itt tulajdonképp fura neki, hogy ég, és láthatólag próbálom a képet elképzelni, ezt javaslom maguknak is, olyan, mintha a láng rászállt volna, mint egy madár a csipkebokorra, és ott üldögél rajta, és lángol, mikor a csipkebokort ez nem érinti. Csipkebokor, hogy mondjam, türelmesen várja, hogy most már repüljön kicsit odébb. Akkor oda megy, bekövetkezik megszólal az isteni hang, elkezdődik köztük a párbeszéd, gondolom a jelenetet mindenki ismeri, ha máshonnan nem, akkor legalább a Joseph Hellernek az Isten tudja című, szerintem felülmúhatatlan regényéből. Nekem, én azon annyit rögtem ezen a égő csipkebokor jelenten, ahogy leírja Heller a regényében, hogy azóta is mindig fenyeget, hogy valójában a regényre gondolok, és nem a bibliai jelenetre. A lényeg ugye az egész beszélgetésre, erre mindenki gondolom valahonnan, ha nem a Bibliából, akkor nem tudom, az Egyiptom hercege című rajzfilmből, de valahonnan csak emlékeznek rá, hogy Isten közli Mózessel, hogy mi a küldetése, tessék elmenni Egyiptomba. De most az egész jelenet, ugye amikor olvassuk, akkor még közvetlenül tudjuk az előzményeket, hogy Mózes gyilkosság miatt menekült el Egyiptomból, ami kitudódott. Tehát ebbe tessék belegondolni, hogy a Jóisten felszólítja, hogy hát eddig nagyszerűen menekültél elrendelt körözés elől, most menj vissza. Hát nem akar, valahogy nem akar. És akkor elkezdi a kifogásait sorolni, ezt speciál nem mondja érdekes módon. Ezt ennek ugyanis Isten elébe vág, és azt mondja, hogy rég meghalt mindenki, aki ebben az ügyben érintve volt, és már nem tudják. Úgyhogy ezek után Mózes azzal azért nem mer előállni, hogy na de írott nyoma azért lehet a dolognak, és elővehetik a dokumentumokat, mit tudom én, nem mond ilyen hülyeséget. Hát elkezdi mondani, hogy ő erre alkalmatlan, légy szíves, küldje valaki mást. Isten minden egyes kifogásra mond valamit, hogy azt majd megoldjuk, meg azzal ne törődj,
Hát gondolom erre mindenki emlékszik, a legsúlyosabb az az én nehéz beszédű vagyok. A lényeg az, hogy minden kifogás vissza lesz utasítva, Isten szemmel láthatóan egyre dühösebb a párbeszéd alatt. Hát kezd elege lenni most már ebből. Ő elhatározta, hogy Mózesnek mit kell csinálnia, az összes többi az egyszerűen kekeckedés. És akkor egyszer csak Mózes előáll azzal, hogy na jó, tegyük fel, hogy elmegyek, megkeresem, visszamegyek Egyiptomba, megkeresem Izrael fiait, rábeszélem őket erre a vállalkozásra, hogy jöjjünk ki Egyiptomból. Mit mondjak nekik, ha kérdezik, mi a neve? Na ez a kulcs kérdés. Itt mindjárt van egy nagyon fontos, nem tudom egész biztosan, hogy ebbe a Bubernek, Martin Bubernek igaza van-e. A Buber azt állítja, hogy jól lehet a mai héberben, valóban így kérdezzük meg valakinek a nevét. Tehát vagy személyesen tőle, hogy mi a neved, vagy egy harmadik személyre megkérdezem, hogy mi a neve. De a Bibliában nem kérdezik így meg. Ez kétségtelen, legalábbis azokon a szöveghelyeken, amiket én megnéztem, a Bibliában tulajdonképpen azt kérdezik, vagy azt, hogy ki vagy, vagy még precízebben ki fia barja vagy. Ez jellemző módon már csak azért is, mert az embereknek csak egy nevük van, tehát tulajdonképpen a saját személynevükkel, illetve a klán, törzs, néphez tartozás, esetleg helységnévvel válaszolnak. Mit tudom én, köszönhetünk ennek időnként tulajdonneveket a magyarban. Nem tudom, hogy a jelenlevők ezt mennyire tudják. Ezt minden Magdinak, Magdolnának érdemes tudnia, hogy egy félreértés következtében született meg az egyébként nagyon szép tulajdonnevük. Ez ugyanis Mária Magdaléna problémája, aki a szemmel látható, hogy egyszerűen egy Mária nevű nő volt Magdala városából. Most természetesen görögül úgy hangzik, hogy Mária Magdaléna. Nem volt ilyen név. Ez furcsa módon önállósult. A másik ilyen, ami borzasztóan komplikált ügy, arról szívesen mesélek majd, az Júdásnak a problémája, akinek ugye Iskariót, görögül vagy Iskariótész, vagy Skariótész a megjelölése. Na most ilyen név nincs. De Júdásnál annyival is bonyolultabb dolog, hogy ilyen helység sincs. Mert a Mária esetében még ott, tudjuk, hogy hol volt Magdala. A Iskariót, Skariót ilyen nincs, ugyanakkor jól láthatóan a kerület szó van a névben, tehát olyan, mintha innen hiányozna valami, hogy melyik kerület, de van egy sokkal keményebb magyarázat, csak a szórakoztatás kedvéért megmondom, elmondom maguknak, hogy az I az elején a szemmel láthatóan ugyanúgy egyszer meshangzott torlódást feloldó ióta a görögben, mint a magyar István szóban. Ugye a Stefanosból lett István, mert a magyarnak egyszerűen sok volt a meshangzó az elején. Ez egy jellegzetes megoldás. Tehát marad a Skariót, az ész az egyszerűen egy görög képző a végén, az ót az egy jellegzetesen helységnév képző valami a héberben, marad a szakár. Most ez nagyon nehezen értelmezhető, ráadásul két olyan máshangzó is van benne, amit nem tudjuk, hogy hogy írtak héberül, már pedig attól függ a jelentés, mert többféle módon lehet leírni, de minden esetben van egy verzió. Engem lenyűgözött, amikor először találkoztam vele, a szakár, ami egyszerűen azt jelenti, hogy bérért valamit megtenni. Ez az ige létezik. Mind a mai napig, tehát ha az ember Izraelben autót bérel, akkor ezt az igét használja. Na most ez nagyon fura. Ráadásul a szó előfordul már Zakariás próféta, egyrészt a nevében, ugyanez van benne, ez az SKR 3-as, de a Zakariás próféta könyvébe valahol a vége felé, ezt nem tudom sajnos pontosabban megmondani maguknak, hogy megkereshessék, ott van egy pont, ahol Zakariás nem egyszerűen profétál, hanem, ami a profétáknál elég gyakori, szimbolikus cselekedeteket hajt végre. Ez a szimbolikus cselekedet az, hogy megjelenik Izrael nagyjai előtt, gondolom főpap, király, fogalmam nincs, vezír előtt, úgy, hogy terelget 3 vagy 4 birkát. És amikor már eléjük terelte, akkor fogja a pásztorbottyát, elkezdi püfölni szegény birkákat, akik hát 4-en 4 fele szaladnak. Ezek birka nincs, Zakariás ott marad egyedül. A térdén ketté töri a pásztorbotot, odaveti Izrael nagyjainak a lábai elé, majd azt mondja, hogy megszolgáltam a béremet.
mondja a szakár szót használva, vesző, adjatok, tehát fizessétek ki a béremet, itt újra szerepel ez a szó, 30 ezüst pénzt. Nem tudom, asszociatíve mennyire világos, hogy egy nagyon furcsa megvilágításba helyezi, hát ha egyebet nem, részben Júdás történetét, de mindenképpen a nevét. Nem tudom, világos-e a dolog, és ezek után a Júdásnak ez a bizonyos megfejthetetlen járulék neve, az ugyanazokat a mássalhangzókat tartalmazza, ez simi nyelvekben a mássalhangzók a lényeg, tehát ezzel nagyon sokat mondtam, hogy ugyanazok a mássalhangzói, mint Zakariásnak ebben a szimbolikus jelenetekben, ráadásul mind a kettőben a 30 ezüstpénz szerepel, árulással, stb. Egybekötve. Tudja fene, most, hogy ez a nagyívű mellékszál, ez honnan indult el, ezt nem fogom tudni már, szerintem soha felidézni, úgyhogy zárásul még egy szó eszembe jutott, ami magyarázatra szorul, ezt gyorsan azért elmondom. Ez a hinnége a bibliai héberben, ami egyáltalában heemin így hangzik, ezt nem érdemes, hogy megtanulják, de amit meg tudnak belőle jegyezni, az nagyon könnyű és egyszerű. Valószínűleg nem fedezik fel, de mindannyian ismerik ezt a szót. A gyöke a szónak ugyanis nemes egyszerűséggel az, hogy ámen. Egészen pontosan ez három mássalhangzó, az alef, mem, nun. Ennek az egyik kiejtési verziója az, amit ámen formájában mindannyian ismernek, amit ugye körülbelül olyan jelentésben használja mindkét vallási tradíció, hogy úgy legyen, vagy nagyon is igen. Nem tudom, nem tudom ennél jobban lefordítani, szóval, hogy ámen, tömörem. Na most az izgalmas az benne, hogy ez a három héber mássalhangzó, az alef, mem, nun, itt minden, az összes sémi nyelv ilyen egyébként, hogy a jelentést egy három mássalhangzós csoport hordozza, az összes többi, ami rajta van, az képzés, ragozás, alakítás, amik, hogy mondjam, árnyalják ezt a dolgot, de az alapjelentés, tehát azt, hogy maga a jelentés mező hol keresendő, azt az a három mássalhangzó jelöli ki. Ilyen nyelv, ennek következtében lehetett megcsinálni azt, hogy magánhangzók nélkül is érthetően leírható, mert ha valaki tudja a nyelvet, akkor egyszerűen felképes öltöztetni a mássalhangzókat olvasás közben. Erről majd máskor részletesebben. A legfontosabb az, hogy ennek a alef, mem, nunnak az alapjelentése az körülbelül abban írható le, hogy szilárdnak lenni. Szilárdan megmaradni annak, ami. Változatlannak. Körülbelül így tudnám most körülírni az alapjelentést. Na most a hinni ige az egy ebből a három mássalhangzóból képzett, hogy mondjam, erősen műveltető értelmű ige, aminek ilyen módon a jelentése, tehát annak, amit mi hinninek fordítunk a Bibliában, átfedésben van azzal, amit a magyar hinni szó, meg a kredere, meg stb. Glauben jelent, hogy mondjam, nagyon periférikus a jelentésében az, hogy te mondsz valamit, én meg elhiszem. Vagy svájci frank alakú hitelt veszek fel tőled, és mind a ketten elhisszük, hogy ez valahogy úgy rendben lesz. Nem tudom, ugye már a hitelszó is a hinniből van képezve, csak onnan jutott az eszembe. Amire gondolni kell, az, hogy ez benne van a bibliai hinni igében, de alapvetően az van benne, hogy végérvényesen beleszilárdítja magát valamibe. Körülbelül ezt jelenti ez az ige, és szintén egy nagyon nehezen lefordítható valami, de fontos tudni az alapjelentésének ezt a rétegét egyszerűen azért, hogy az ember például azt megérthesse, hogy a kereszténység keletkezése körüli időkben, mindenek előtt megint párra gondolok, mint az első nagy teológusára a kereszténységnek, az, hogy a hitnek Pál képes volt egy olyan jelentést tulajdonítani, ami ebben az értelemben például az ószövetségi hitnek, hinnigének egyáltalában nincs meg. Nevezetesen, hogy a hit maga a hívő emberi lényt valami tökéletesen mássá változtatja. Tehát gondolok itt nagyon egyszerű dolgokra, mint mondjuk arra a keresztény állításra, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az ezzel már belépett az örök életbe. Ez egyszerűen egy másik lény.
mint aki volt, kvázi, hogy ontológiai súlya van annak, tehát nem a szubjektív hiedelmek világába tartozik. Az ember ezt is hisz, azt is hisz, ja, és többek között mondjuk a kereszténységben is hisz. De a hinni, igen, magyarul nagyrészt mióta totál fölvizeződött, tulajdonképpen ezt jelenti. Ezzel a szóval is nagyon komoly problémák voltak az Újszövetségben ahhoz, hogy megszólaljon görögül. Tehát ez a, mondom, a ószövetségi szó az még a végérvényes beleszilárdulást jelenti, és itt létrejön egy hebraizmus, nem tudom ezt mennyire tudják, de hát a magyar nyelvben, és nem csak a magyarban, maga az a kifejezés, hogy a hinni valakinek, az természetesen mindezen nyelveknek, az összes európai nyelvnek saját fejleménye. Hinni valamiben, vagy valakiben, ez egyszerűen egy hebraizmus. Ez a hinni igének a bibliai használatából fakad, ott is már van a hinni valakinek, ezáltal mit tudom én, és Aháb király hitt a profétának, stb. Stb. De a döntő ponton, a Ábrahám elhivatásának a jelenetében például, ott betű szerint a mondat úgy hangzik, hogy és hitt Ábrahám JHVH-ban, ez mondjam, láthatólag új nyelv születik, magyarra fordítva, és végérményesen beleszilárdította magát Ábrahám JHVH-ba, és JHVH is ezért végérményesen beleszilárdította magát Ábrahámba. Ez azért fontos, azért mondtam el a teljes mondatot, mert a hinni ige is olyan a bibliai használata, hogy mind emberről, mind Istenről elmondható. Na ezen a ponton tulajdonképpen a fordítás csődöt mond, de ezt már nem tudja visszaadni. A megtéréssel, odafordulással az még megy, de az, hogy Isten hisz az emberben, ez gyakorlatilag, európai nyelveken és így a magyarul is ez nem megy. Tehát ilyenkor más kifejezést használ. Akkor a jövő héten találkozunk, és addigra összeszedem, hogy melyik szálak maradtak a sok szál közül, ami elvarratlan. Elhangzott Rádióegyetem, bibliai kánon és vallásfilozófia, Tatár György, bibliafordítások és az igehasználatok eredete. Az ELTE BTK-n 2011. szeptember 28-án elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.